A hétvégi Kötcsei Fidesz-KDNP kampányító előtt Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese, Székesfehérvár országgyűlési képviselője meghívására az Öregkegyi Közösségi Házban vendégeskedett Rákai Filip, a Fidesz tanácsadója. A két politikus dialógusában kiemelt figyelmet szentelt az Európai Bizottság elé beterjesztett magyar javaslatot érintő döntésről a migrációs kérdéskörben. Egy rendkívül fontos időszak előtt állunk Kötcsén ma. Hivatalosan is megkezdődik a Fidesz kampány, illetve hát a 2018-as országgyűlési választásokra a felkészülés. Emellett számtalan olyan az embereket foglalkoztató téma is napirendre kerülhet, mint például az Európai Bizottság döntése a cseh, illetve a magyar beadványról, és nem kevésbé megkezdődött a tanév. A kormány az elmúlt időszakban soha nem látott összeggel segíti az általános és középiskolákat. Azt hiszem, hogy ezek mind fajsúlyos kérdések a mindennapjainkhoz. Valóban nem egyszerű időszak előtt állunk, hiszen szeptemberben nem csak az iskolai év kezdődik el a gyermekeinknek, hanem elindul egy kampányidőszak. Szeretjük, vagy nem szeretjük Magyarországon, és hát nagyjából ezt láthatjuk Európában is. A politikai kampányok nem csak a ciklusok vége előtt, mondjuk egy-két hónappal kezdődnek el, hanem mondhatni permanens kampány zajlik mindenhol Európában. Gondoljuk csak a hamarosan következő vagy bekövetkező német választásokra, annak a kampánya is mondhatom nyugodtan, hogy több mint egy évvel ezelőtt elindult. Ezt mi választópolgárok általában nem szoktuk szeretni, mert mindenfélékkel zaklatnak ilyenkor bennünket, különböző pártok, óriás plakátokkal, sajtótájékoztatókkal, híradóanyagokkal, fizetett és kevésbé fizetett hirdetésekkel, tehát nem fogjuk tudni ezt kikerülni, és az ember ilyenkor beszél a gyanúperrel, hogy ahogy közeledünk majd az áprilisi vagy májusi, ki tudja még az időpontot kitűzött választásokhoz, akkor mindez csak erősödni fog. Úgyhogy én azt javaslom, hogy mindenki vegyen egy mély levegőt, és próbálja a vegetatív idegrendszerét pallírozni egy picit. Nem lesz egyszerű időszak, ezt állíthatom. Bármelyik oldalt vagy politikai pártot, csoportosulást egyesével megvizsgálhatnánk, mindenki gyakorlatilag idézőjelben az életéért küzd 2018-ban. Nem mindegy, hogy alakul a választások eredménye. Ahogy szoktuk mondani, egyik választás sem egy átlagos választás, de azt hiszem, hogy a 2018-as sok szempontból érdekes lesz. Már csak azért is, mert a Fidesz kétszer szerzett kétharmados többséggel felhatalmazást. Ha harmadszor is a Fidesz-KDNP lesz a befutó, az bizonyos kis pártoknak akár a végét is jelentheti, de nem annyira kicsi, hanem közép-baloldali pártok akár teljes szétrobbanását is okozhatja. Arról pedig nem beszélve, hogy zajlik egy világméretekben is tapasztalható Európában, meg aztán különösen látjuk ezt közelről, egy nagyon komoly értékrendbeli háború, amelyet persze nem fegyverekkel vívnak, mint általában a háborúkat volt szokás mondjuk az elmúlt néhány száz évben. Ettől ez még nem kevésbé veszélytelen, vagy nem kevésbé persze fontos téttel és fontos célokért zajló háború. Különböző világnézetek csapnak össze. Jól látjuk azt a szélső liberális világrendet, amely gyakorlatilag Európában nagyon sok országban uralkodik. Jól látjuk, hogy mi a vége ennek a fajta gondolkodásnak, akár kulturális, akár demográfiai, akár bevándorlási, akár gazdaságpolitikai értelemben. Én úgy látom, hogy Magyarország kormánya egy elég jelentős Magyarország kormánya az elmúlt négy esztendőben, sőt mondhatom, hogy hét esztendőben is kivont karddal próbál ellenállni annak a sokszor az elmebetegség és a bornírt baromságok halmazát folyamatosan tágító értékrendbéli őrületnek, amit mondjuk én értéknek vagy értékrendnek csak távolból neveznék. Látható az, hogy egy nagyon komoly csata zajlik a világban, és ennek a leképezése természetesen a 2018-as magyarországi választásokon is érezhető lesz. És mi nyugodtan mondhatjuk azt, hogy persze mit zavar az bennünket, hogy Európa hogy áll egyébként a migráció kérdéséhez, mert majd mi itt önállóan tesszük a dolgunkat, de egyáltalán nem mindegy, hogy ez az Európai Unió, amelynek tagjai vagyunk, és az Európai Unió vezetői, hogy gondolkodnak erről a kérdésről. Húsba vágó problémáról van szó, egy olyan ügyről, amelyet
évtizedek óta a Nyugat-Európa nem tud normálisan, nem tudna megfelelő képpen kezelni. Éppen ezért persze az sem csoda, hogy amikor a magyar kormányfő elég erősen kardot rántott ebben a kérdéskörben, azonnal, ahogy most épp Lengyelországnak és Magyarországnak is, azonnal persze nekünk estek azok az országok, amelyek egészen másképp gondolkodnak nemzetekről, identitásról, kultúráról, európai kultúráról, nemzetállami gondolkodásról, bevándorlásról, demográfiáról, kulturális kérdésekről. Hát nem csoda az, hogy zajlik egy harc, amelynek én azt gondolom, hogy mi a jó oldalán állunk. Többek között számomra erről is szól majd a 2018-as választás. Ez a legfontosabb az elkövetkezendő 8 esztendő, vagy ez a legfontosabb az elkövetkezendő előttünk álló 8, körülbelül 8 hónapban. Emellett persze, hogy az oktatás, meg az egészségügy, meg kulturális ügyek Magyarországon, a gazdaság ügyei hogy állnak, arról is persze sokat hosszasan lehetne beszélgetni, de számomra a fő kérdés az az, hogy hogyan tudunk megmaradni Közép-Európában, a saját nemzetállamunk határain belül, a saját kultúránkkal, a saját nyelvünkkel, a saját gazdasági patrióta, gazdaságpolitikai elképzeléseinkkel, akár a V4-ekkel összekapaszkodva, és hogy hogyan tud ez a blokk a következő hónapokban is erősödni, és vajon ellen tudunk állni annak az elképesztő Nyugat-Európából érkező véleménydiktatúrának, amely bennünket, ezt az országot és ennek az országnak a kormányát nem haladónak, valamiféle múltba révedő, nem tudom milyen mucsainak és lenézendőnek gondolja, míg szerintük az egyetlen normális haladási irány az amit ők képviselnek. Hát látjuk, hogy Nyugat-Európában mire vezetett ez a gondolkodás. Látjuk, hogy Párizstól Brüsszelig hány olyan városrész van, ahová gyakorlatilag a rendőrök nem merik már betenni a lábukat a nagy megengedő, például bevándorlási politika és az emberi jogok jegyében és az emberi szabadságjogok félreértelmezése jegyében. Én nem szeretném, hogyha Magyarországon itt tartanánk. A beszélgetésen szóba került a szeptemberi iskolakezdés is. Varga Tamás hangsúlyozta, a magyar kormány minden eddiginél több támogatással segítette az oktatási intézmények nevelői munkáját. Döntés előtt áll az Európai Unió a kvóta ügyben, hiszen ott Magyarország és Szlovákia is bírósági pert indított. Hiszen azt gondoljuk, hogy minden ország saját maga dönti el, hogy kikkel szeretne együtt élni. Ezen kívül az is nagyon fontos, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr levelet írt az Európai Bizottságnak, Juncker elnök úrnak, amelyben a szolidaritásra való tekintettel azt kéri Magyarország, hogy amit egy 270 milliárd forintnak a felét az Európai Unió térítse meg, hiszen akkor két évvel ezelőtt, amikor a veszély elérkezett a magyar határa, Magyarország gondolkodás nélkül a schengeni szabályok betartása mellett döntött és megvédte nem csak Magyarország, hanem európai határait is. Nagyon gyorsan eltelt a mögöttünk hagyott 8 hónap, és valóban szeptemberben nem csak az iskolaév kezdődik meg. Azt gondolom, hogy soha ennyi pénzt magyar kormány, magyar költségvetés az oktatásnak nem biztosított, mint ebben az évben. Soha annyi kisgyerek nem étkezik ingyenesen, soha annyi gyermek nem kapott ingyenesen tankönyvet, és sok százmilliárd forinttal nőtt az oktatásra fordított költségvetési forrása 2010 előtti időköz képest, és valóban a következő 7 hónap azt gondolom, hogy a választásról fog szólni. Szeptember 18-án megkezdődik a parlament ülése is. Tavasszal tanulni lehetünk egy kampányfőpróbának, az ellenzék kampányfőpróbájának, és most következik az igazi kampány. A diskurzus vendéglátója határozottan kiállt a nyugdíjasok mellett, és felszólította Vona Gábort, a Jobbik elnökét, hogy vonja vissza a nyugdíjas társadalmat becsmérlő kijelentéseit, és kérjen bocsánatot a szépkorúaktól.